Sziasztok! Hát most egy beszélgetés következik hazai fantasy illusztrátorokkal. Bemutatom az urakat. Bodnár Balázs, Pozsgai Gyula, Varga Attila, és Tamásunk, Druszám, Druszási Tamás. Kicsit így oldalra ülök, hogy lássak titeket, srácok. Na most én a művészurakat úgy személy szerint és munkájuk alapján az immár 25 éves mágus trading card game-ből ismerem őket. Nagyon sok kártyát ők illusztráltak. Megkérnélek titeket, úgy röviden mutassátok be magatokat, hogy mióta vagytok a szakmába, mi a fő irányvonalatok, ilyesmik, pár szóval röviden, mindenki. Sziasztok, én Bodnár Balázs vagyok. Ennek a csapatnak, és még jó sok embernek, aki a mágus kártyán dolgozik, én irányítom az ő grafikai munkáikat, én nézem meg a képeket, döntjük el, hogy melyik lapra mi kerül. Egyébként én már 2008 óta dolgozom mágusnak, úgyhogy szerintem a legrégebben az itteniek közül. Én mindig is illusztrátorként dolgoztam, tehát egy teljesen lineáris pályán, semmi elhajlással, mindig is grafikusként. A szerepjáték miatt pedig a mágus kártya az egy jó választásnak tűnt, és hát azóta is szerelem, azóta is imádom csinálni. Sziasztok! Én Buzási Tamás vagyok. Balázs ellentéte, mivel én körülbelül 2 éve csöppentem bele ebbe a dologba, előtte nem foglalkoztam illusztrálással, Balázs belerángatott, köszönöm szépen. Úgyhogy... Bocsánat, a háttérben látjátok az uraknak egy-egy munkáját, tehát így váltogatva a képeket. Ja. Úgyhogy röviden ennyi. Sziasztok, én Varga Attila Gellért vagyok. Én körülbelül olyan 3-4 éve dolgozok így grafikával, meg illusztrációkkal. Elsődlegesen most inkább a filmiparban dolgozok, de egyébként nagyon sok más területen is, akár a kártyajátékon keresztül, Balázson keresztül, társasjátékokhoz, videójátékokhoz, ilyesmikhez dolgozom így elsődlegesen. Sziasztok, Pozsgai Gyula vagyok. Szerintem én vagyok itt a rangidős a csapatban. Én másfél éves korom óta rajzolok, nem merem kiszámolni, mikor volt. Rengeteg sok mindent csináltam, számítógépes játékoktól kezdve, a társasjáték illusztrációk, könyvillusztrációk, könyvborítók. Most véletlenül belefutottam egy képregénybe, amit megcsináltam, és nagy örömmel rajzolok a mágus csapatnak is, mert valahogy a magyar dolgok mindig így közel állnak hozzám, és ez végigkísért gyerekkorom óta a szerepjáték, és így mindig öröm ilyen dolgokon is dolgozni. Köszönöm a bemutatkozásba, hogy kitértetek arra, hogy illusztrátornak indultatok-e vagy sem. Ez az elcsípett kérdést így nem teszem fel, hogy ennek indultatok-e gyerekként is. Ugye, hogy mi akartál lenni gyerekként, ha nagy leszel. Készültem már, hogy másképp fogalmazzam meg a kérdést, hogy hogyan jutottatok el idáig, de bármelyikötöknek van másik fajta foglalkozása emellett, tehát így. Én eredetileg építész-közgazdász vagyok. Egyszer megbuktattak szabadkézi rajzból egyetemen. Az egész tankör azon röhögött, hogy kár volt túlrajzolni a tanárt, de igazából az senkit nem lepett meg, hogy én elkezdtem rajzolni. Nekem szerencsére hasonlóan, mint Balázsnak, kicsit ilyen egyenes volt ez az út. Gimi környékén volt ez az ilyen orvosi fellángolás, hogy majd milyen jó lesz, de aztán az kémia és a biológia után gyorsan elvetettem. De hogy viszonylag egyenes út vezetett igazából ilyen 11-től kezdve szerintem így ide, úgyhogy egészen szerencsésnek tartom magam így ebből fakadóan, hogy így nem nagyon voltak ilyen kitérők, így egészen határozott utam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Én építészmérnök vagyok, még mindig, az is maradok valószínűleg, úgyhogy nekem ez a második vonalam, ez az illusztrátorkodás. Engem az egyetemi felvételén megbuktattak, szintén, illetve elbuktam a rajzalkalmasságin, úgyhogy csak másodjára sikerült, jó tapasztalás volt, épültem belőle, de marad az építészet főiránynak nekem, azt hiszem. Hát én ugyanazt tudom elmondani, mindig is festészettel szerettem volna foglalkozni, és hát úgy alakult, hogy sikerült is azzal. Tehát ugyanúgy festeni, illusztrálni, dizájnokat készíteni, tényleg reklámgrafikákat, minden, ami ez kapcsolódik, azokból igazából mindennel foglalkoztam már. Akkor jól értem, hogy az az üzenet, hogy sose készül elkezdeni, és
bárkiből lehet, tehát építészmérnök, hasonló műszaki pálya, mint amit én végzek, és mi is cosplayezek. Tehát, ha kaptok egy megrendelést, nem térnék ki konkrétan, hogy miért, ha kaptok egy megrendelést, na jó, mondjuk könyvborítónak, akkor utána olvastok a adott világnak, könyvnek, előzményeinek, hogy végül is mi ez, hogy abból is instruáljátok magatokat, hogy mit szeretnétek megjeleníteni, vagy kértek és esetleg kaptok is részletes írást, hogy így álljon a karakter, úgy álljon, ilyen színű legyen, olyan színű, tehát instruálnak-e titeket így? Melyik az, amit inkább? Egy könyvborítónál ugye nincs idő elolvasni magát a könyvet, mielőtt nyomdába kerülne, megjelenne, ezért többnyire a kiadó ad egy leírás. Ritkább esetben az íróval magával lehet beszélni és egyeztetni. Igazából nem tudom, melyik a gyakoribb, velem mind a kettő előfordult már, úgyhogy én személy szerint nagyon szeretek elmerülni abba a világba. Tehát ezért is szeretem nagyon a mágus kártyát, mert magát a szerepjátékos nagyon szeretem, ismerem, és tök jó ezt az univerzumot gazdagítani. Egy fantasy könyvnél szerintem egy kicsit más, főleg, hogyha nem is olvastad előtte, mert én jobban szeretem azokat a borítókat, amik mesélnek magáról a könyvről. De nagyon sokszor ugye erre nincs idő, tehát egy-egy borítón csak vagy egy harcos van rajta, vagy egy űrhajó, vagy valami, de magából a könyvből nem egy jelenet, akár csak a szereplők, úgyhogy jobban kedvelem azt, hogyha van idő elmélyedni benne, sajnos nincs mindig, de mind a kettő tud működni. Abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy én nem ismerem a mágusnak a világát. Nem csak mágus, bármilyen megrendelésednél is. Nekem csak mágus megrendelésem van, okay. Úgyhogy ezért szerencsétlen a dolog. Viszont hát ezért szoktam Balázsnak a fülét nyúzni, hogy akkor küldjön már valamit, hogy milyen tetoválás kerül arra az arcra, és akkor Balázs küld egy hosszú listát, hogy nézzem meg, milyen rajzok születtek. Úgyhogy próbálok utána menni, mert szeretném azért világhűen visszaadni ezeket a dolgokat. Van, amikor erre azért nincsen szükség, de amikor úgy érzem, hogy olyan, akkor igen, Balázs mindig segít. Illetve én is elkezdtem máguskönyvet olvasni, hogy azért valami autentikus forrás is legyen, ne csak a Balázs, egy másodkézből. Autentikusnak számít a Balázs is, tehát hát, tudom, játszik igen. Is a kártyával, én tudom. Tudom, igen, igen. Úgyhogy igyekszek utána menni a dolgoknak. Nálam talán könyvborítók tekintetében nem kellett olyan sok könyvborítót készítenem. Hogyha kifejezetten mondjuk mágus tekintem egyébként, akkor volt szerencsém mondjuk kettő ilyen fanok által készített, ilyen kiegészítőhöz készíteni például borítót, ami nagy élmény volt. Változó az én tapasztalatom így azt tekintve, hogy így mennyire adnak részletes leírást. Szóval, hogy valamikor azért szabadabb kezet kapunk így a dolog fölött, egy ilyen nagyjából így az ötlet van meg, hogy így mit szeretnének, mi legyen a hangulat. Sokszor az a jellemző, hogyha egy ilyen megrendelés van igazából. De mondjuk pont ennél a két kiegészítőnél itt viszonylag részletes elképzelés volt, és akik készítették, ők nagyon részletesen igazából felvázolták nekem így az egész adott területet, világot, ahol fog ez játszódni, és azért nagyon sokszor ez nagyon sokat tud segíteni tényleg, hogy minél gyorsabban jussunk így azonos nevezőre így a megrendelőben. És melyik esik jobban, a konkrét részletes igény, vagy amikor azt mondják, hogy figyelj, nagyjából ez is szabad kezed van, ez a két elem legyen mondjuk rajta, és utána azt csinálsz, amit szeretnél. Szerintem mindkettőnek megvan valahol a varázsa, szóval hogy az is jó, amikor a megrendelő tudja, hogy mit szeretne látni, és van egy konkrét elképzelés, és te tudsz neki segíteni abban, hogy ez így megvalósuljon. De szeretem azt is, amikor tényleg az van, most így a legutóbbi képleírások is, például a mágus azért eléggé nagy vonalak voltak, és nagyon néhány szó volt, vagy egy mondat, és azt is nagyon élveztem, mert akkor sokkal több szabadságot kapsz, sokkal többet lehet kísérletezni kameraállásokkal, meg ilyesmikkel. Egy pár évig én is instruáltam így illusztrátorokat még régebben, tehát így kicsit értem, hogy miről beszélsz, igen. Tehát valaminek nekünk is van konkrét elképzelésünk és hátterünk, valamit mi találunk ki. Valamikor meg azt mondjuk, hogy ha van ötletet, meghallgatjuk, és akkor nagyon jó, remek, legyen. Én mivel nagyon-nagyon sokféle világhoz rajzoltam, így azt kell mondjam, hogy konkrétan egyik világot sem ismerem igazán jól, mert ha mindig belemerülnék, akkor körülbelül nem maradna időm rajzolni. Így általában hallgatok azokra, akik a megrendelést küldik, nagyon sokszor küldenek nagyon hasznos referenciaképeket már elkészült illusztrációkról, vagy olyan fotókat, ami hasonló jellegű öltözéket, hátteret, tájat mutat. Könyvborítóknál hasonló helyzet, ott általában kivonatot kapok.
nyilván ez attól is függ, mert történelmi illusztrációkat is csinálok, ott például nagyon sokszor fontos az, hogy az teljesen hiteles legyen. Ott fontos a nagyon pontos referencia, nagyon pontos leírás ahhoz, hogy az ábra végül olyan legyen, ami ennek lennie kell. Science fiction fantasy esetében ez általában könnyebb. Van egyébként, mivel ugye dolgozik általában rajz közben a mérnök, én nagyon szeretem, ha működnek dolgok, és néha úgy fogom a fejem, hogy kitaláltak ezt a páncélt, vagy ezt a lényt, hát azért nem létezik ilyen gerincoszlop, ami ezt megtartaná. De fantasy közben azért ezeket igyekszem kicsit elfelejteni, hogy az jól működjön ilyen fantázia világban is. Ne add tovább, Gyula. Kérdés, akkor jövünk vissza tőled. Én tudom, hogy te egy kicsit, hogy is mondjam, van saját projekted is, saját gyermeked úgymond, ami mostanában jelent meg, ugye? Erről beszéljél egy kicsit nekem. Igen, nemrégiben megjelent egy képregényem, röviden megpróbálom összefoglalni. Nagypapám a II. Világháborúban rádiós lövész volt, Messerschmitt 210-es gyorsbombázón, ez két motoros, két személyes gyorsbombázó, és még 3 éve kerültek elő olyan anyag, én tőle tanultam rajzolni a rajzolás alapjait, és még 3 éve kerültek elő olyan archív dokumentumok, amiből helyre került nagyon sok részlete egy bizonyos bevetésnek, amikor az egyszál bombázót megtámadta a 9 orosz vadászgép. Ennek most sajnos aktualitása is lett, de nem azért kezdtem el, hanem ezt sokkal korábban kezdtem. És egy hobbiból elkezdtem megrajzolni magamnak ezt képregény formában, mert úgy gondoltam, hogy ha van egy történetem, amit én szívesen elmesélnék, és van valaki, akitől én a rajzolás alapjait tanultam, akkor ennek a legszebb tiszteltadás formája az talán a képregény lehet. És én elkezdtem ezt csinálni, én 4-5 oldalt megrajzoltam, feltettem egy nemzetközi repülős művészeti csoportba a Facebookon, ahol egy nap alatt kaptam rá 650 lájkot, meg vagy 500 kérdést, hogy mikor lesz kész, kiadja ki, mikor jelenik meg, hol lehet megvenni, stb. Másnap pedig egy svájci székhelyű francia piacra dolgozó kiadónak az üzenetét, hogy szia, láttuk a munkádat, ha keresel a kiadót, szólj. És így lett egy francia piacos képregényem, hamarabb volt rá francia piacra kiadóm, mint magyarra. Ez Magyarországon is megjelent, már kapható. Tudunk is mutatni, de a Mágustan mellé is letettem egyet, illetve a Vakom standnál is ott vagyok, mert ott is demonstrálok. Tehát itt a színpad nézőterem mögött, ott van egy pár molinó, stb. Ott a Mágustan szerepjáték, kártyajáték és az illusztrátoroknak is van ott asztala, ott is meg tudjátok nézni, és az urak még itt lesznek délután is egy kicsit valószínűleg, az egyéb elfoglaltság között lehet velük még beszélgetni, kérdezni őket majd. Igen, és aztán gyorsan eldicsekszem azzal, hogy május 4-én jelent meg Franciaországban a képregényem, ami teljesen saját, tehát a szerzős én vagyok, a rajzolős én vagyok, és nagypapámról szól, tehát egy teljesen magyar családi történet, és a megjelenése után 2 hétig fenn volt a francia képregényes bestsellerlistán. Attila, neked valamilyen hasonló, ilyen saját, ilyen hobby projekted, ami ilyesmi a munkák mellett? Téged kevésbé is lennek még, de fogunk még találkozni a mágus kártya miatt bizonyára. Biztos vagyok benne. Jó kérdés. Vagy csak olyan munka, amire kifejezetten büszke vagy? Nagyon szeretem a társasjátékokat és a társasjátékok világát, és a okáis képzésem, amit végeztem gimi után, egyébként ott a vizsgamunkám is egy ilyen társasjáték prototípus lett, amit így elkészítettem, és talán az egy olyan dolog, amire így eléggé büszke vagyok. Mind amiatt is, mert hogy így az egész grafikai kivitelt igazából így magamra vállaltam, hogy akkor ezt így megpróbálom megcsinálni, mind az egész utána járás, hogy hogyan működik így nagyjából az ipar, hogyan kell készíteni egy működő prototípust igazából. Talán ez az, amit így a legjobban szeretek. Ez egy ilyen, tényleg egy ilyen viszonylag masszív, nagy dobozos társasjáték. Valószínűleg rengetegszer át kéne gondolni, meg ugye playtesteket csinál, meg ilyesmi, de hogy az például egy olyan projekt, amit el tudok képzelni, hogy egy nap majd remélhetőleg úgy akár meg is valósul rendesebben. De vagy még hogyha nem is az, de abból tanulva valahol mindenképp majd egy projektot szeretném, hogy legyen, hogy valami társasjátékot kiadni, ami így hozzám fűződik, így mind design, grafikai szempontból, de játékmechanikai szempontból is igazából. Igen, talán ez így az egyik ilyen legkülönlegesebb dolog. Tamás? Vagy te építesz? Igen, nekem külön nincs olyan munkám, amire így külön büszke lennék. Vannak olyan dolgok, amiket szeretek magamtól, de mindegyikben azt... Például most így
ez pont nem ennek az én képem. A kép, ez nem a tiéd. Megkérdük a kollégát, hogy váltson egy kicsit, és akkor hát, ha pont följön egy a tiéd is. Mindegyik képemnél azt érzem, hogy hát azért még ez lehetne jobb, de ezzel együtt nagyon örülök, hogy meg tudtak jelenni. Ami igazán büszkeséggel tud eltölteni, az az, hogy mondjuk itt ülök, hogy a közösségbe be tudtam illeszkedni, elfogadnak, oda jön valaki, hogy nagyon tetszik a rajz. Tehát inkább ezek az élményszerű dolgok, amik... De elmondom neked, a játékosoknak is baromi nagy élmény, hogy ti ott vagytok, mint illusztrátorok. Ja, akkor tehát amikor elcsöppenti az infót a szervező, hogy jönnek az illusztrátorok, akkor ilyen, van egy ilyen hype, hogy mindenki mi levegőt tesz. Jó, kik, mondjad már! Tehát ne csak azt, hogy jönnek, hanem mondd meg, hogy kik, mikor, mennyit, miért. Na hát ez az igazán jó. Én ezt így látom a háttérben, hogy így várják az emberek. Hát nekem sok minden van, amire kimondottan büszke vagyok, de mondjuk kimemelnék akkor két dolgot. Az egyik, az hát jó pár évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon egy új gyűjtögetős kártyajáték, ez volt a Raven kártyajáték. Szép reményekkel indult, az elején nagyon sokan is szerették, sokan játszották. Sajnos olyan volt akkor a helyzet, hogy nem tudott fennmaradni, pedig nagyon sokat dolgoztunk rajta. Viszont abból sokat tanulva, jó pár évre rá, megjelent az első saját társasjátékunk, amit egy nagyon jó barátommal ketten találtunk, és egy másik jó barátommal ketten festettünk. Ez a Shard Hunters, egy kis reklám, egyébként ott majd ki is lehet próbálni. Ugyanígy a színpad mögötti blokkban hátul vannak így van, a így van, így van, srácok asztalai. Lehet vele játszani. Ugyanúgy, amit Attila is elmondott, tehát maga a játékfejlesztés, az, hogy egy projektet teljesen az elejétől a végig tudsz vinni. Tehát amikor egy játékon dolgozol, mondjuk egy számítógépes játék vagy telefonos játékon, ott kimondottan a te grafikáid belesimulnak az összes többi a látképbe. És ezért jó szerintem egyébként például a mágus kártya is, mert amit te festettél, az megjelenik, az ott van a lapon, ott van rajta a neved, teljesen téged képvisel, arra bárki lehet büszke, az bárki meg tudja mutatni. Ugyanezt ugye nagyban a társasjáték. Igen, hát a ti játékokat még annyira nem ismerem, csak a grafikáit nézegettem meg. Melyik az a technika, amit legszívesebben használtok? Nem teljesen értek ugye a grafikusi dolgokhoz, de annyit tudok, hogy vannak más technikák, mert ilyen cosplayt készítek, tehát abban is vannak. Melyik a kedvenc technikátok, amivel szívesen dolgoztok, és melyik az, amivel hát inkább nem, hogyha lehet? Én még amikor elvégeztem a sulit, akkor nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk festészettel, hagyományos grafikai dolgokkal, mint a részkarc, linómetszet, ilyesmi, na az már egyáltalán nem csinálom, tehát teljesen kikopott az életből. Egy ideig még sokáig rajzoltam kézzel, utána ez teljesen megszűnt, csak digitálisan, tehát csak tableten, Photoshoppal. Mostanában tértek vissza a kézirajzok, amiket újra nagyon élvezek, és az emberek is tudják értékelni, de sajnos az egyszerű válasz az, hogy csak digitálisan. Tehát minden digitálisan, Photoshoppal készül. Csatlakozok Balázshoz, én is digitálisan dolgozok. Sokkal komfortosabb, sokkal gyorsabb, variálni lehet. Gyakorlatilag csak előnye van. Nyilván az a romantika kivész belőle, amikor nem tudod megfogni a dolgot. Ez tény. Én az egyetemen nagyjából ceruzával rajzoltam végig. Építészkaron mást is tanulgattunk, de alapvetően grafit ceruza, amiben komfortosan mozgok, inkább még most is. Alapvetően én is digitálisan készítek igazából mindent, szóval lehet, hogy így nem töröm meg ezzel így a sort. Talán annyi, hogy én azért szeretek továbbra is egyébként így hagyományosan megpróbálni rajzolni, hogyha például valamit így elkezdek, azért így többször van, hogy megpróbálom esetleg felvázolni magamnak. Tehát ilyen vonalrajz a felvázolt papírra, és utána átgondoltad, hogy kéne. Igazából van egy sketchbookom is, akkor abban megpróbálom valamennyire ezt felvázolni. Ez persze sokszor digitálisan történik meg most már, de hogyha éppen kedvet kapok hozzá, vagy olyan a megrendelés, hogy azt érzem, hogy sok ötletet kell kivitelezni, akkor úgy érzem, hogy néha tényleg egy darab papír meg a ceruza vagy toll igazából még mindig az egyik legjobb eszköz ahhoz, hogy nagyon gyorsan és nagyon dinamikusan föl lehessen dobni ötleteket, és abból utána kiindulni, és azt átvinni digitálisan. Gyula, a te munkáidat, hát fiatal gyerekkoromban láttam először, tehát te biztos valami ilyen hagyományosabbal kezdted. Igen, amikor én elkezdtem rajzolni, akkor még nagyon számítógép se volt, tehát hogy... aztán rajzoltam már C64-en is joystickkal, az egy külön élmény, amikor pixelenként kattintgatja vele az ember. Akkor úgy ment. Na, egyébként a mai napig nagyon sokszor csinálok ceruzavázatot papírra. Otthon nekem számítógépem sincs, kicsit önvédelemből, hogy nehogy haza tudok vinni munkát, mert papíron is lehet vázlatokat készíteni. Az ilyen
fantasy illusztrációkat, könyvborítókat, társasjáték illusztrációkat, azokat mindet digitális technikával csinálom. Van úgy, hogy Ceruza rajzból indulok el, beszkennelem, és akkor azon dolgozok tovább. Viszont csinálunk nagyméretű falfestményeket is, valószínű, lehet, hogy többen találkoztak már vele. Ott nincs undo, nincs layer. Ott... nincs visszagomb. Igen, ott oda kell menni, néha még izomlázis van utána, mert emelőről, állványról, itt nem 20 méter magasságban egy ecsettel dolgozni, az egy egészen másfajta élmény, alkotás. Uh-huh. Srácok, ha van kérdésetek, nyugodtan gyertek előre, ti is föltehetitek, ezt elfelejtettem az elején közölni veletek, tehát egész nyugodtan gyertek ide, és jelezzétek, hogy ti is kérdeznétek mindenkitől, vagy bármelyiküktől, tehát nem kell szégyelősnek lenni. Balázs, a te társasod, gondolom, az saját grafikákkal van, vagy van kollégád a társasok között, aki még szintén illusztrál hozzá? Igen, igen, ezt ahogy mondtam is, egy jó barátommal ketten csináltuk, egy Nagy Gergely. Akkor nem csak fejlesztő, hanem úgy grafikus, hogy nem csak kitalálta a mechanikát veled, hanem ő rajzolta is. Tehát ez egy másik ember. Igen, igen, jó. Tehát én vagyok az összekötő kapos, tehát egy sráccal ketten találtuk ki, és egy másik sráccal ketten festettük. Én meg egyszerre kitaláltam, meg egyszerre festettem is. Jó, igen, igen, ezért kérdeztem, mert azt hiszem, tudom, hogy ki a másik fejlesztő. Aha. Tehát, mint hogyha ismerném. Panik Zoli. Igen, Zoli. Na, szeretnétek még bármit elmondani, szabad a terep, hogyha még tudtok igazából talán magáról a leendő grafikusoknak, ugye mondtuk, hogy nem késő elkezdeni, tehát nem itt is. Látjátok, hogy teljesen más szakmából is érkeztek a fiúk, különböző korosztály volt, tehát ez így sose, meg is lehet bukni rajzból. Én buktam meg elektrotechnikából, és mégis villanyszerelő vagyok, utána nekiveselkedtem, hogy jó, hát akkor ezt meg kell tanulni, mert ez nem így megy, hogy ellinkeskedjük a dolgot. Megtanultam abba az évben, hogy ez így nem. Én is okultam belőle. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, ha nem is professzionális szinten, de amatőr szinten, vagy csak hobbiból rajzolni, tényleg az egyik legjobb dolog. Tehát maga az alkotás, az, hogy amit csinálunk, az hátra marad, az megmarad, az fennmarad. Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas része. Illetve az is, hogy tehát főleg az illusztrációkban, amikor egy könyvillusztráció vagy kártyaillusztráció, hogy ki tudjuk egészíteni azt a szöveget és azt a gondolatot, ami vagy az írónak, vagy a kitalálónak a fejében megszületett, és mi tudjuk azt közvetíteni az embereknek. Egyébként van, aki pont emiatt nem szereti, tehát nem tudom, ugye mindig ez is nagy kérdés, hogy a könyv vagy a film, hogy a filmben megnézi a szereplőt, akkor már úgy látja a könyvben is, amikor olvassa. Ez kicsit ugye benne van az illusztrációkban is, tehát van benne egy felelősség, de én csak a jó oldalát látom. Tehát szerintem ez egy szuper szakma, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Szokták mondani, hogy a könyvet ne a borítóráról ítéljünk meg, na de azért egy nagyon igényes elkészített illusztráció az elején, azért megítéljük, hogy hű. Tehát nézzük már bele, hogy mi ez. Abszolút működik, igen, igen, igen. Hát mindig ugye ez egy örök kérdés, hogy az író vagy a borító adja el a regényt. Ha új a könyv, akkor a borító, de hát nem is tudom igazából. Szerintetek? Hát van olyan termék, amit megveszek, meghasználok azért, mert jól néz ki, úgyhogy nem tudom, hogy mi. Ez nyilván könyvekre is tud igaz lenni, vagy egy kártyalapra, hogyha témánál akarunk maradni. Igen, itt a háttérben is. Én is így mindig picslogok rá, mert ismerem a lapokat, de azért nézem még mindig, hogy... Tehát igen. Szerintem van, amivel azért játszik az ember, mert egyszerűen jól néz ki a lap, és van olyan, ami hiába jó a lap, ha nem néz ki jól, nekem van olyan, amit félreteszek. Tehát egyszerűen, úgyhogy van felelőssége a képi világnak is, azt gondolom. Igen, tehát régebben ugye én is instruáltam illusztrátorokat, és volt, hogy én is keményen kritizáltam egy-két kollégát, hogy hát ez oda nem, de úgy emlékszem, mindig úgy tudtuk megoldani, hogy felhasználtuk másra az ilyen munkákat, tehát semmi nem vész kárba, ha ahhoz nem illik, mondjuk nem lett elég törpös a karakter szakállas, lesz belőle más, ez semmi gond ezzel, csak mindig találjunk megoldást, tehát így. Meg kell találni a közönséget, mert szerintem az nem baj, hogyha az alap valakinek nem tetszik, egészen addig, amíg valakinek meg tetszik. Ez így tehát, van. Nem baj, hogyha megosztó egy grafika, szerintem. Az önmagában képviselt irányt azt tudja jól megmutatni, és azon belül működjön, és akkor, ha már tetszik valakinek, akkor szerintem az tud rendben lenni. Nyilván, hogyha én vagyok a kiadó, és 100 emberből 90-nek nem tetszik, akkor az nem szerencsés dolog,
de önmagában nem baj, hogyha van egy megosztottság szerintem a mondjuk stílusok alapján. Én talán válaszol először arra a kérdésedre, hogy így kinek ajánljuk, vagy minden, szóval hogy Balázs is mondta, hogy így tényleg bárkinek, aki élvezi és szereti ezt csinálni. Egyrésztről iszonyatosan ilyen meditatív élmény is tud lenni szerintem sok esetben, amikor az ember már így megvan az alapötletje, elindul, és utána már csak így elveszik a részletekbe, és így észreveszi, hogy hajnali 4 óra van, és még mindig dolgozik. De hogy ennek van egy nagyon jó varázsa, és tényleg bármilyen korosztályban el lehet kezdeni, szóval hogy én ismerek olyan történeteket, hogy valaki orvosként dolgozott 20 évig, és utána úgy döntött, hogy elkezd dolgozni, és most filmiparban dolgozik, egy eléggé neves ember, és akkor szóval, hogy te bárhonnan el lehet indulni. Én azt tapasztaltam inkább magamon, hogy nem feltétlen tehetségesnek kell lenni, bár az se rossz, ha van, de hogy emellett szerintem nagyon fontos a szorgalom, szerintem talán az még jobban. Igen, így erre a kérdésre. Aztán így az, hogy mi hogyan néz ki, és hogy így mennyire fontos, hogy jól nézzen ki, és hogy az alapján mit veszünk meg, vagy hogy mi az, amit így tetszik. Így viszonylag érdekes pont ebből a szempontból. Most pont nemrég fejeztem be egy munkámat egy sorozaton, egy élőszereplős Netflix-es sorozaton, és akkor ott például nagyon érdekes mondjuk ebből a szempontból így látni azt, hogy mennyire meghatározó például ott a mi munkánk, mint concept artist, akik így az egész filmnek így a képi világát meghatározzák, és ott azért igazán fontos, hogy el legyen minden adva igazából képről képre. Nagyon sok szettet kellett így dizájnolni, hogy az hogy fog majd kinézni, és ott igenis nagyon fontos, hogy meggyőzd az összes embert, aki fölötted van úgymond a ranglétrán, egészen a direktorig, és utána remélhetőleg, hogyha jó volt az együttműködés, akkor a nézőket is meg tud győzni ezzel, hogy ez jól néz ki, és ez azért sokszor befolyásol szerintem, hogyha az ember mondjuk már néz egy előzetest, és abban akár csak a látvány... Nekem sokszor vannak olyan filmek, amiknél a látványvilág miatt szimplán megnézem, mert annyira izgalmas például, nem biztos, hogy a történet, hanem de csak így látom, hogy mind így a képi világ egyszerűen nagyon megfog, és akkor nagyon sok ilyen film van, amit így csak emiatt szimplán megnézem. Mondtad a meditatív állapotot, ebből jutott eszembe a kérdés, hogy csendbe dolgozol, megy valami háttérzaj, vagy valami szokott, konkrétan amikor én otthon dolgozok, én vagy egy sorozatot indítok el, amit már 40-szer látok, vagy zene megy, van ilyen lejátszás is, és akkor szépen a háttérbe megy. Tehát én például nem tudok csendbe dolgozni. Általában mindig így a hangulatomhoz kapcsolódó dolgot indítok el, szóval hogy eléggé sokszor hallgatok különböző podcasteket, igazából mert az az érzésem, hogy így azt a részét így az agyamnak, ami azzal foglalkozna, hogy így na, mozogjak, vagy csináljak valamit, azt így lekötöm azzal, hogy rajzolok, és közben igazából tök jó ilyen előadásokat tudok meghallgatni, amiket így szoktam élvezni, de sokszor, hogyha valami nagyon specifikus feladatról van szó, akkor nagyon szeretem azt is, hogyha így nagyon ahhoz kapcsolódó, vagy hangulatú dolgot indítok el, hogyha például valami nem tudom, milyen rajzfilmesebb dolgot kéne megrajzolni, akkor például simán hogy egy Cuphead soundtracket elindítok, mert hogy az nagyon passzol hozzá, de hogyha valami fantazisabb jellegű, akkor valami 10 órás, nem tudom mi, elindul, és akkor az megy a háttérben. Annyi kérdés volt közben, meg annyi helyre kitértünk, megpróbálom kezdeni. Én falfestményeknél szoktam azt tapasztalni, nagyon gyakran előfordul, hogy akinél festünk, legyen ez akár iroda, akár család, valami, nagyon sokan jönnek, hogy kipróbálhatják, belehúzhatnak esetleg egy-két folt, vagy csikot, de egészen kisgyerek, nyilván neki nem azt mondjuk, hogy a lónak a fejét ő fesse meg. És látjuk azt, hogy általában az emberek többsége az örül annak, hogyha alkothat. És lehet, hogy csak egy fűszálat rajzolt bele arra a 100 négyzetméteres tájképbe, amit mi odafestettünk, de mégis büszke lesz arra, hogy abban benne van az ő munkája is. És szerintem ez valahogy belénk van kódolva, hogy mindenki próbálja egy kicsit valamilyen módon, nem feltétlenül rajzban, ez lehet akár varrás, akár éneklés, zenélés, vagy akár sport, egy picit ilyen önkifejezés. Érdemes belevágni, szerintem nem függ a kortól, érdemes többféle műfajt, lehetőséget kipróbálni, mert nagyon-nagyon fel tudja tölteni az embert, és nekem az a nagyon nagy szerencsém, és szerintem itt mindannyiunknak, akik itt ülünk, hogy igazából az lett a hivatásunk, abból élünk, ami egyébként feltölt, és szoktam is azzal néha viccelődni, mikor megyünk falat festeni, máshol ezért fizetnek, hogy terápiának mehessenek falfestményt csinálni. Nekünk meg fizetnek azért, hogy
hogy ezt csináljuk, és ez jó érzés. De nem csak úgy lehet ezt csinálni, hogyha valakinek fizetnek érte, mert nyilván az azért már egy projekt, azért abban benne vannak a felelősségek, a munka minőségét meg kell adni. Pusztán az alkotás öröméért. Én nagyon biztatok mindenkit arra, hogy érdemes valamit kipróbálni, valamilyen alkotást. A könyvborítókra visszatérve, vagy akár társasjáték, vagy ilyesmi, azzal szoktam hülyeskedni a szerzőkkel, hogy teljesen mindegy, hogy mit írnak, vagy mit találnak a játékba, úgyis azért veszik le a porcról, amit én csinálok. Amiben részben viccesen mondom, mert nyilván nem leértékelem az ő munkájukat, mert a kritika meg azt fogja értékelni, és utána azért fogják megvenni a századik, ezredik, tízezredik darabot belőle, mert igazából a tartalom az, ami nívós. Viszont az első, tehát a frontharcosa ezeknek a dolgoknak általában maga a grafika, a látvány, hogy mi kerül rá. És itt nem feltétlenül csak egy illusztráció, hanem a grafikai tervezés, tehát a logó, a felirat, a tipográfia, a doboznak a formája, vagy a könyvnek a formája. És ez egy egészen összetett folyamat, és ehhez ugye együtt kell tudni működni az íróval, szerzővel, kiadóval. Nekem van olyan szerencsém is, hogy egy teljesen saját művem is ugye megjelent abban a formában, hogy én megterveztem, és itt azt is tapasztalom, hogy nagyon nagy szerencsémre a piacnak is tetszik az, amit csináltam. De vannak nyilván olyan helyzetek, amit Atos is mesélt, hogy például egy filmes produkcióban, amin több száz vagy akár ezer ember is dolgozhat, nyilván különböző részleken egyszerre, ott egy egész stábot kell meggyőzni egy rajzzal, és az is csapatmunka. És ugye előbb említettem a falfestést, azt is tapasztalom, hogy amikor meghívnak minket falfestményt készíteni, akkor ugye azt csak csapatban tudjuk csinálni, mert nagyon nagyok a felületek, egyedül szinte van, amikor fizikai a képtelenség lenne egyedül megcsinálni, és ezért kettőtől akár tíz emberes csapattal szoktunk menni. Ott pedig az én feladatom sokkal inkább a koordinálás, tehát ott én vagyok az, aki megmondja, hogy ki mit hogyan csináljon, illetve a végén én megyek fel a fal elé, és én véglegesítem, hogy ennek a stílusa, tehát a megrendelő az általában azt szeretné, hogy azt a stílust lássa rajta, amit én csinálok. De nyilván ez csapatban, akármennyire ügyes is valaki, akármennyire jól csinálja, a stílus egy picit más lesz, ezért a végén fel kell menni, és akkor át kell nagyon picit dolgozni. Nyilván összeszakott a csapatom, tehát így nem túl sokat, nem teljesen átfestem, mert akkor felesleges lenne a munkájuk, de a végén azért át kell dolgoznom magát a falfestményt ahhoz, hogy ennek a stílusa egységes legyen, és az én stílusom legyen. Ennek is nagyon sok aspektusával találkozok, hogy egyedül dolgozni, csapatban dolgozni, hogyan. Mit hallgatunk közben csapatban? Van, amikor indítunk zenét, van, amikor nincs rá lehetőség. Fent egy állványon, itt a 20 méter magasban, úgyis inkább a szél fúj. Ott a CB rádiót hallgatjuk, hogy én hogy beszélek lentről, hogy mit hogyan kéne csinálni. Meg nyilván egymást, hogy beszélgetünk. Tehát a csapatmunkának van egy ilyen előnye, hogy közben is lehet zenét hallgatni, de általában akkor nem az a fő motiváló tényező, hanem az, hogy a csapat, ahogy kommunikál egymással. Mikor egyedül dolgozom, egyedül is ritkán dolgozom, mert van egy saját irodánk, és ott általában egy programozó kollégámmal ülünk bent. Így van, hogy közben megy zene, de az is csak ilyen halk aláfestő, hogy tudjunk közben beszélni, vagy hogyha közben jön napközben telefon, vagy egyeztetés, vagy ügyfél, akkor vele is tudjunk beszélni. Ha esetleg egyedül vagyok, és nem valamikor teljesen csendben dolgozok, egyszerűen elfelejtek bekapcsolni mindent, elkap a flow, és akkor visz. De én is azt szeretem, hogy ha beteszek zenét, akkor általában olyan zenét teszek be, ami az a projekthez valamilyen módon köthető. Sőt, csináltam olyat is, amikor a repülős képregényt rajzoltam, vagy egy órán keresztül a V12-es Daimler-Benz motort hallgattam, hogy de azt hamar meg lehet unni, tehát utána betettem inkább valami ütős rockot. Balázs, neked ez a zene vagy teljes csend témára? Úgy látom, minden grafikus majdnem ugyanúgy működik, kb. Ugyanezt tudom elmondani. Tehát én is szeretem, ha megy valami, de nem valami új, hanem valami, amit már hallottam, vagy amire nem kell figyelni. Tehát hogyha ilyen emberi beszédet én nem annyira szeretek hozzáhallgatni, tehát mondjuk egy podcastet, inkább zenét, mert a beszédre elkezdek figyelni egy idő után. Viszont hogyha már olyan fázisban áll a kép, hogy már csak ki kell dolgozni, ami jóformán rutinból megy, tehát már ki van találva az egész színvilág, minden, akkor már mehet az is.
hogy hozzáillő zenét keresni, erre még nem is gondoltam egyébként. Majdnem mindig ugyanazokat hallgatom, de nem rossz ötlet. Egyébként a zenével kapcsolatban tök érdekes, hogy például pont a Bethesda-nak az egyik legújabb majd játék a Starfield, egy ilyen nagyobb RPG lesz, és ott konkrétan volt ilyen előadás, amiben mondták, hogy a concept artistok, meg a művészeknek konkrétan először megadják a zenét, és nekik arra kell dolgozni, hogy az alapján épüljön fel az egységes világ. És egy nagyon érdekes, hogy először a zenét csinálják meg, és utána így kb. Az megy az irodában, hogy így az emberek így ráhangolódjanak erre, hogy milyen élmény lesz majd ez az egész, és ez alapján próbáljanak dolgozni. Illetve egy teljesen más dolog még, amiben már így a Gyula valamennyire így rátapintott így a piaccal kapcsolatban, hogy egyébként amiatt is bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan próbálja ki magát, mert hogy van nagyon piac szerintem így erre a munkára, szóval, hogy meglepően nagyon sok helyről tud érkezni megrendelés így olyanokról, amire így az ember így nem is gondol, hogy van ilyen, és mégis kell rá ember, aki ezt így megtervezi, és így a látványát így összerakja ennek. Ezt a játékot, ezt én is nagyon nézem, és nagyon várom, kíváncsi leszek, hogy mit tudnak alkotni, egy teljesen új világ. Érdeklődve figyelem a dolgot. Azt ugye tudtátok, hogy Comic-Con-nak is volt ilyen beküldős rajzversenye. Láttatok képeket belőle? Fönn volt a Facebookon. Pályaművek. Én szerintem csak későn láttam ezt a kiírást. Szerintem valahol ki vannak állítva, majd én is körülnézek, de voltak, és nagyon szép munkákat láttam. Ugye Comic-Con, tehát ilyen képregényes témák, sőt képregény paneleket is láttam, vagy csak karaktereket is. Tehát nagyon sok fiatal küldött be pályaműveket. Én egyébként az elején Play-re például rendszeresen egyébként készítettem pályaműveket, szóval volt is, hogy utána első, második, meg harmadik helyezés is így különböző években így elértem, szóval hogy van tapasztalatom, egyébként pont a Comic-Con-os az olyan volt, hogy láttam a kiírás, így el is gondolkodtam valamennyire, hogy hát a beküljendő már addigra láttam, hogy a határid az már így vége volt, úgyhogy így mondtam, hogy nem baj, úgyis jövök majd beszélni, de úgyhogy más módon itt leszek. Zsűriztetek valaha ilyen rajzversenyen esetleg? Nem gondolkoztatok még ilyen? Nem volt fölkérés, ugye? Én nem volt fölkérés, illetve szóval így, de is tudom, hogy feltétlenül akarok-e, szóval, hogy... Az én fejemben megfordult, hogy megkérlek majd titeket alkalmasint. Majd várjuk az e-mailt, vagy az írás. Most már elérjük egymást. Nekem van a zsűrizésben is gyakorlatom. Gondoltam. Nem könnyű feladat egyébként, azért, mert általában annyiféle korosztály, személyiség, annyiféle témában. Nyilván, hogyha nagyon kötött a téma, akkor az egy egyszerűbb. De sokszor, volt, amikor gyerek aszfaltrajzverseny, és majdnem kötetlen téma. Nehéz, mert az ember nem csak az díjazza, hogy konkrétan hogy néz ki az, maga az alkotás. Az, mondjuk, hogyha piacra kerülne valami, és borítót kéne hozzáválasztani, akkor csak ilyen szakmai szempontok alapján döntenék, de egyébként egy ilyen zsűrizésnél általában én azt is szeretem nézni, hogy magából mit rakott. Nem feltétlenül az, hogy az a kép nézett ki jobban, hanem hogy sokkal többet mutatott meg magából az alkotója. Volt benne valami olyan ötlet, olyan csavar, ami lehet, hogy a másik ezt sokkal utolsó csavarig kidolgozott mondjuk valamit, és sokkal technikailag sokkal fejlettebb, de mégis egy technikailag gyengébb, de több érzelmi töltettel, vagy több ötlettel rendelkező rajzot választok ki győztesnek. Pont a képen látunk egy olyat, amit említette, hogy a páncél, hogy nincs az a gerinc, ami elbírja. Pont egy páncélos alak Balázs műve, ha jól látom a sarokba. Tehát igen, ez játékból is előfordul, hogy úgy áll meg a kard egy karakter hátán, hogy fizikailag képtelenség. Mondjuk a Witcher játék, a legelső. Csak a hátán volt és lebegett. Most ezt megrajzolni is elég nehéz, hogy akkor most ezt hogy rögzített, hát még cosplayben megvalósítani. Én csináltam nemrégiben egy olyan cosplaytört, mágus grafikáról, egy csontpengét, hogy is fogtam a fejem, hogy akkor ez a bőrszíj, ez hogy van ezen a tőrön? Ez fizikailag nem jön ki, ez a hajlítás, és hát írtam a művész úrnak, hogy figyelj, segítsél már egy kicsit, kéne egy nagy felbontású, hogy tudja megcsináljam a replikát, és te ezt így hogy gondoltad? És akkor kiderült, hogy ő ezt nem egy szíjból rajzolta tulajdonképpen meg, hanem ilyen több szíjkarikát képzeljek el. Tehát visszakérdeztem a művésznek, hogy én hogy valósítsam meg ezt fizikailag, ő ezt hogy gondolta, tehát ez vice versa működött akkor, és a több szíjjal már úgy működött. Tehát kicsit úgy hasonlított, mint hogyha egy katonát bandázsolt volna az ember, nem egy szíjat így végig tekert, hanem több szálat hozott. Csak egy friss élményt mesélnék el, a cosplay-jel kapcsolatban jutott eszembe, hogy
egy hónapja építettünk egy sárkányt, ilyen 5-6 méter hosszú, füst jön a szájából, majd mutatok róla a fényképet, hogy... És annál ugye a vázat nem mi csináltuk, úgy hívtak meg minket, Jász Fényszerről ez a Lumina Cornu szerepjátékos egyesület, hogy kéne rá, van egy fényváz, és akkor tegyünk rá egy sárkányt, ami működik, ember is elbírja, bele tud bújni, kamera van az orrában, kell vele cső, ahol a füstgép ezt ki tudja fújni a füstöt, kell a szájába a hangszóró is, hogy azért mégse a gyomrában ne hasbeszélő sárkány legyen, mozog külön a farka, bele kell tudni bújni, de azért nézzen ki nagyjából a sárkánynak is. Érdekes kihívás volt így, hogy meg volt, hogy egy olyan alapforma, ami nem feltétlenül volt előnyös egy sárkánynak, meg ahhoz, hogy ez működjön, az olyan feltételeknek is meg kellett tudni felelni, például, hogy le kell tudni tépőzárazni a nyakát, és ezért lett egy olyan gallérje, amit az életben nem rajzolnék sárkánynak, de ez egy külön élmény, hogy kitalálni azt, hogy lehet, hogy rajzon jól néz ki, és ott jól működik, vagy lerajzoltam egyik oldalról, de amikor az ember ezt le akarja modellezni, úgyhogy ez működjön, tényleg térben ott legyen, építész kollégának ezt nem kell mesélnem, hogy a épületben is vannak olyan csomópontok, egyébek, amit soha senki nem lát, de hogyha az nem működik, akkor összedől, vagy beázik, vagy... Hogy ennél nagyon sok olyan részletet kell kitalálni, ami már a rajzoláson sokkal inkább túlmutatott, és sokkal inkább egy mérnöki teljesítmény kellett hozzá, aminek mellé jól is kellett kinéznie. Jó van. Lassan az időnk végére értünk. Még egy-két rövid kérdésre lenne időnk, hogy ha van, bárkitől. Ha nem, gyere! Gyere nyugodtan! Adom a mikrofont feléd. Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy kb. Mennyi időt vesz igénybe akár egy könyvborító illusztráció, vagy egy kártyalapnak a megtervezése? Úgy átlagosan. Passz. Nem tudom, szóval annyira változó, szóval, hogy valamikor az ember nagyon bele tud feledkezni, és több 10 órát is el tud vele tölteni, vagy akár 20-at. Valamikor meg csak úgy jön, pont nagyon jól működik, és akkor emiatt akár egy másfél-két óra alatt is be lehet fejezni jobb esetben. Igen, én ebből mindig sprinternek számítottam, nekem a máguskártyás átlagidőm az 90 perc. A nulláról, tehát hogy a kitalálással, vázlatkészítéssel együtt. És hát aki látott már rajzolni, azt tudja, hogy könyvborítókon az egyszerűbbeken, amilyen egyszereplős, nyilván, hogyha egy több száz szereplős csatajelenet van rajta, akkor azért el lehet rajta szeszpetölni. Könyvborítón ilyen 3-5 óra szokott lenni. Nagy részletes képeken azért elég sok a képregényem, ami 48 oldalas, egész oldalas, azt fél évig rajzoltam. Még egy percünk talán van, még gyors válaszok beleférnek tőletek is, fiúk. Akkor villámválasz, nekem nagyon sok, nem 90 perc alatt, be se kapcsolom a gépet szerintem. A gyakorlat azt mutatja, hogy mondjuk egy hét alatt tudok megcsinálni egy kártyalapot munka mellett. Nem tudom, szerintem ez ilyen, nekem ilyen 10-20 órás időintervallumban mozog ez a dolog inkább. Hát igen, egyébként Gyula tényleg extrém gyors, tehát ezt el kell mondani, hogy amit ő most elmondott, az teljesen extrém. Én úgy szoktam egyébként, hogy 2-3 estét szánok egy kártyaképre. Hány óra? Hát változó. Igazából, hogyha megtetszik a téma, és jó érzés festeni, akkor belerakok sokat. Ha nem egy fontos kártyalap, vagy nem egy fontos jelenet, vagy egy fontos karakter, akkor kevesebbet, de mindig az igyekszünk igényesen. Köszönöm szépen, uraim! Köszönjük, hogy végighallgattatok és végignéztetek minket. Ők voltak az illusztrátoraink. Most következik majd a soron következő programunk, és jön a konferálóhölgy.